nagy eséllyel valami designer drogot használhatott az illető, és ezeknek meg az összetétele teljesen kétes. Önmagában a hallucinogén szerektől nem lesznek az emberek agresszívek, tehát ott lehet, hogy egyéb szerek fogyasztása is megtörtént. Alkalmi kábítószer fogyasztónak vallotta magát a kihallgatása során az újbudai rendőrgyilkos. A férfi, akit jelenleg az elmegyógyító intézetben tartanak fogva, tette idején is droghatása alatt lehetett. De az a késelő is különböző szereket fogyasztott, aki még 2020 karácsonyán támadt rá két járőrre Újpesten. A férfi az egyiküket életveszélyesen megsebesítette. Milyen hatással lehetnek a drogok a szervezetre? Többek között erről beszélt az Indexnek egy addiktológiai konzultáns. Bajzát Sándor évekig használt kábítószereket, köztük heroint is. Volt egy csomó túladagolásom, megúsztam. Nyilvánvalóan volt egy csomó olyan eset, amikor egyéb szerveim forogtak kockán, vagy majdnem amputálták az ujjamat, hogy hajszálerekbe szúrtam ide, és akkor mit tudom én, mellé ment. Ilyen heroin, kokain, koktél, koszos volt a cucc, elkezdett ott üszkösödni. Állandóan tele voltam ilyen fekélyekkel, nyakamat fölvágták mindenütt, ahova így mellé ment a cucc. Tehát, hogy volt egy csomó ilyen része, neked kihullottak a fogaim, hepatitis, kivehető fogsoromban hepatitis C-s lettem a fertőzések kapcsán. Körülbelül 15 évig tartott így ez a intravénás kábítószer használat, és hát a végére olyan szinten leamortizálódtam, hogy nem nagyon volt több lehetőségem. Tehát, hogy vagy tényleg belehalok, vagy elmegyek valamilyen kezelésbe. Az első intravénás használatom az pont egy hidrokodin nevű kodein gyógyszertárilag megszerezhető szer volt, és abból például az első adag nekem egy túladagolás volt helyből. Másnap a kíváncsiság győzött, és újra próbáltam, tehát hogy a barátnőm újra beszúrt engem, nem vélán hangzik, akkor én még nem tudtam magamnak ezt úgy csinálni, és az például már egy optimális adag volt, és ott is ugyanez a szurkálós, kélyes, euforikus érzés megvolt. De az igazi opiátok azok ennél lényegesen jobb fajta érzést lestadtak. A rendszerváltás idején megnyíltak a határok, és akkor 91-92 táján megjelent Magyarországon a heroin, akkor váltottam ezektől a mák származékokról az igazi heroinra, ami egyébként hozzáteszem nem volt feltétlenül erősebb, mint mondjuk egy nagyon durva mák, csak hogy intravénásan szúrható volt, én meg a tűz szerelmese voltam. Azonnali agyrobbanás volt. A beszúrás pillanatában egy olyan fajta orgazmushoz hasonló, ám annál sokkal intenzívebb, erősebb érzést, amit egyébként azóta se éreztem. Minden függőnek van valami egyéni fájdalma. Nálam például a gyerek elhelyezés, az anyai láthatásnak a megvonása, tehát 2 és 5 éves korom között én például egyáltalán nem láthattam anyámat, mert apai nagyszülőknél ragadtam és nem adtak vissza. Az önértékelésem az sose volt rendben. Nem nagyon tudtam magamat elviselni, és mindig kellett valami ilyen pótcselekvés. És aztán nagyon erős volt bennem az önutálat, az alkalmatlanság, az önbizalom hiány, de közben volt egy jó nagy adag elkényeztetettség, közben a szüleim azért ennön felül támogattak, meg megadtak mindent. Az LSD-től voltak nagyon kellemes hallucinációim, de ugyanúgy az nem az én szerem volt. Szóval van egy pár jó emlékem, meg ilyen klassz hallucinációim, hogy ül velem szemben egy lány, és akkor átváltozik egy ilyen oroszlánnál, meg ilyen sörénye van, meg persze van indiai zenét hallgatunk hozzá, és akkor a sima falon mexikói mintázatok jelennek meg. Nekem is volt, hogy kocsiba készszorítottak a torkom, mozóba beültem, hogy hoztam kokaint, és ilyen lassan menő kocsiból kidobtak. Nagyon-nagyon mélyre kellett mennem ahhoz, hogy föl tudjak hagyni ezeknek a szereknek a használatával, és valahogy eltemetni és elgyászolni azt az érzést, hogy konkrétan ezt így, ilyen intenzíven, mint egy érzést, így ezt már nem fogom érezni, és azt mondhatom most már 24 éve teljesen leépülve,
98. szeptember 10-én mentem le egy másik rehabilitációs intézetbe, a Leohamicsi Alapítványba, és ott voltam nagyon hosszú ideig kezelésben, és én azóta nem dolgozom. Nagyon nehéz volt, tehát hogy a szülőkkel a kapcsolatnak az újraépítése, és nem beszélve mondjuk a lányomról, nagy lányomról, akit teljesen elhanyagoltam, mert droghasználóként született, mármint hogy én is, meg az anyja is. És hát nem volt vele kapcsolat. És a rehabon volt, hogy terápiás feladatként lejött oda a lányom, és hát újra kellett ismerkedni. Eltén végeztem szocmunkát, aztán a Sotének az addiktológiai konzulens képzését, de hát azóta már megjelent két könyvem, csomó előadást tartok, rengeteg cikket írok. Azt hiszem, hogy van valami érzékem ehhez, tehát a függőkkel való munkához, nem így terveztem, nem akartam segítő területen, de valahogy így megtaláltak ezek. Nincsen ingyen ebéd, amit ad a drog, ugyanannyit a későbbiekben, ha nem többet elvesz.